Felveszek 16 szem feketét, aztán 5 darab bronzszínű gyöngyöt, majd 2 darab rózsaszínt, és a végére pedig ráteszem a csiszolt gyöngyöt, hogy díszítse. Ez az ügyeskező ifjú hölgy Góli Ramona, aki tovább viszi a sátközi gyöngyfűző asszonyok örökségét. Már gyerekkorában magával ragadta a népi ékszerek világa, és miután az ékszerkészítés mellett a tánc is jelentős szerepet tölt be az életébe, rendszeresen viselte is ezeket a nyakdíszeket. A sátközben különleges jelentősége volt az ékszernek, hiszen nem csak a ruha ékessége volt, de kommunikáltak vele. Viselője sok mindent elárult vele önmagáról annak, aki dekódolni tudta az üzenetet. Mára elvesztette ezt a fajta jelentőségét, viszont divatból ma is talán újra elmondható, hogy megjelent az öltözködésben. Igazából én már gyerekkorom óta benne vagyok ebben az egészben, nem tudok belőle kijönni, de 2019 óta fűzök komolyabban gyöngyöt. Azóta foglalkozom vele elég erősen. Minden napjaimat képezi a gyöngyfűzés. Alsonyéken táncolok, és szívemből szól ez az egész, hogy kötelességem ezt csinálni. Tanítani az embereket, illetve továbbvinni a kultúrát, hogy megmaradjon. Ramona a népi ékszerkészítés avatott mesterétől, Decsik és Máriától tanulta a szakma rejtelmeit. De az, hogy megtalálta magának az ékszerek elkészítését, nem volt előzmények nélküli. Mindig is szerettem mütyűrözni, vartam előtte, szakkörökre jártam, kézműves szakkörökre, és ott is tanultunk gyöngyfűzést, és szerintem már ott megragadt. Tudom, maga a színek attól függ, hogy mihez hordja az ember, de maga az, hogy hordunk mai nap is hétköznapi viselethez, hétköznapi ruhákhoz régi dolgokat, és ez az egész. Én szeretem hordani, szeretem az ékszereket, nő vagyok, és ezért is, meg hát továbbadni, hogyha kisebbek látják, hogy hordom, akkor lehet, hogy megkérdezik, hogy mi van a nyakamban, és akkor el tudom mondani, hogy ez micsoda. Azt meséli, naponta 1-2 órát foglalkozik gyöngyfűzéssel, ami azt is jelenti, hogy bőven van a fiókban mit felvenni. Ramon nem csak öncélúan vagy üzleti alapon készíti remekeit, rendszeresen tanítja a kisebbeket is a mesterfogásra. Népi mintákat tanítok, hogyha a szakkör van, vagy népi foglalkozás gyerekeknek. Régen megvoltak a tipikus hagyományos színek, mert nem is volt akkor még olyan nagy választék a gyöngyökben, és ma azt hívjuk hagyományosnak, amit ők ugye régen fűztek, de például ez is egy modern. Modernnek mondják, mert a színei nem azok az eredeti színek. Modern ékszereket én nem fűzök, én a hagyományost próbálom modernizálni, így átalakítani, hogy hordható legyen. Nem csak a színek változtak az évtizedek, vagy lassan egy évszázad alatt, a viselési szokások is modernizálódtak. Hát most már szerintem az idősebb korosztály is felhúzza a világosabb, harsányabb színeket, mert régen ugye az volt, hogy néha, ahogy idősödött a hölgy, úgy sötétedett a ruházata, az ékszer, minden, és később már el is hagyta az ékszert, tehát nem is hordott ékszert az idős asszony. Már minden magukra hallgatnak az emberek, igen. Minél díszesebb szeretne mindenki lenni, de a hagyományőrzésben odafigyelnek rá, hogy hiteleset adjanak az embereknek, hogy hitelesek legyenek. Ma már a divat vagy éppenséggel ízlés igazából. Régen ugye a tehetősebbeknek voltak ékszerei. Szegény embereknek nem volt rá pénzük, hogy megfűzessék, vagy éppen ők megvegyék hozzá az alapanyagot. Most éppen éljük ezt a kort, hogy a folk hordható. Embere válogatja, hogy kinek mi tetszik, de én szoktam, hogyha én valakinek csinálok, akkor
megnézem, hogy mihez szeretné, és mit ajánlok én hozzá, hogy mi az, amit illik, és mi az, amit nem. Én tartom magam ehhez, nem szeretem, amikor sok valami. És hogyha megfogadják a tanácsom, akkor megfogadják, ha nem, akkor nem, mert most nem. Én döntöm el, hogy ők mit szeretnének, mit hordjanak. De általában hallgatnak rám, mert látják, hogy értem, hogy mit kell, és mit szabad, és mit nem.